A Kiskaska szombati napjának színpadi fellépője a makói fiatal tehetség Olá Dorottya volt, aki már gyermekkora óta énekel. Mint mondta, számára ez egy terápia, hiszen így adja át érzéseit másoknak. Kedvencei a jazz és a pop stílusú dalok, melyből a Makovesztérre érkezők is csemegészhettek. So come along, it won't be long till we return. Happy, shut your eyes, there are no lies in this world. We go to sleep, let's desert this day of hurt. Tomorrow we'll be free. Az énekes a városban, illetve a környező településeken szokott muzsikálni, éttermekben és bárokban, de komoly tervei vannak a jövőt illetően. Dalszerző is vagyok, igazából nagyon sok dalt írtam már, körülbelül 30-at, és ezeket szeretném kiadni. Már 3 dalom fent van YouTube-on, de szeretném az összeset kiadni, hogy mindenki hallhassa, hát remélem, hogy ez sikerül. Leginkább engem a fájdalom ihlet meg, úgyhogy nem is tudom, akkor vagyok úgy egyedül, nyilván akkor van ideje az embernek, de egyébként vannak vidámabb dalaim is. A természetről szoktam írni, arról, hogy milyen jó egyedül lenni, vagy hát ilyen szerelmi csalódás többek között, de a szerelemről is. Hasonló jó hangulatot varázsolt a fürdő előtti térre vasárnap az AV Akusztik, azaz Deák Attila és Gyuris Vivien. A formáció 2019-ben alakult meg egy régi ismerettségből, a céljuk pedig megmutatni, hogy bármilyen zene lehet vérpesdítő akusztikus formában is. Vannak nagy kedvenceim, nekem nagy kedvencem Miley Cyrus, Amy Winehouse, úgyhogy ebből a körből készültünk nagyon sok dallal, de nagyon sok magyar retrót is hoztunk, mert ugye arra kapják fel a fejüket igazán az emberek, úgyhogy mondom, mindent is próbáltunk hozni, hogy mindenki megtalálhassa a kedvenc dalát itt a mai délután folyamán. Hasonló zenei programokra a későbbiekben is számíthatnak a makóiak, illetve a városba érkező turisták, ezzel színesítve kikapcsolódásukat, és hogy minél több élményben lehessen részük a nyár folyamán. Said maybe,